Kedves nézők, szeretettel köszöntöm Önöket a Tabuk Tények mai műsorában. Ez egy kicsit rendhagyó lesz. Önök biztos emlékeznek, pár héttel ezelőtt beszélgettünk az őssejtkezelésről, mint az orvostudomány egyik új és forradalmi lehetőségeket megnyitó ágáról, ami teljesen átfogja, vagy át tudná alakítani a gyógyítást. De akkor úgy inkább külföldi eseteket tudtunk dián bemutatni. Most viszont meghívtam három olyan magyarországi urat, akik végigmentek ezen a kezelésen, és saját tapasztalataikat el tudják mondani, mert sokkal-sokkal hitelesebb legalábbis számomra egy olyan eset, amikor végig lehet kérdezni, hogy na mi volt előtte, mi lett közben, mi lett utána, mint hogyha olvasunk egy 20 oldalas szép tanulmány statisztikával. Ezért most az első vendégem Göncz Ernő, aki vállalkozó, nyugdíjas, közepébe vágunk. Ernő, mi volt, mi lett? Jó napot kívánok mindenkinek, köszönöm szépen a meghívást. Nos, kb. 6 évvel ezelőtt kezdődött az egész komolyabban. Előtte talán koromnak megfelelően néhány apró nyavaját összeszed az ember. Szinte már népbetegségszerű gyógyszerezem a vérnyomásomat. És volt egy nagyon makacs allergiám, ez sporalgia lehetett, ordugulás, nátha, szemégés, és ráadásul még egy polipot is kiváltották, és egy éjszakám az borzalmas volt, és ez kb. Nyár közepétől ki és őszig nagyjából ilyen időszakig tart. Úgy mondták, hogy az első fagy viszi el az allergiát, és ez várat magára. És 2017-ben kaptam egy mondom, hogy álsztrókot, azért nevezem annak, mert voltak ilyen rohamaim, és nem igazolódott. Vizsgált engem neurológus, endokrinológus, egyik sem talált konkrét okot arra, hogy mitől lehettek ezek a rohamok. Ide elküldtek szakvizsgálatokra, teljesen természetesen, és elmentem a kardiológiára. És itt derült ki, hogy bizony nekem szív- és érrendszeri problémáim vannak. Az első lépcsőfokban kaptam egy pacemakert. Ez 6 éve itt ketyeg itt a mellembe. Ez beültetik, ugye? Igen, ezt egy ilyen zsákot képeznek, beültetik, és igen. A katéter, ez két katéteres, ma van 1, 2, 3, ez két katétert beviszik a szívizomba, hogy megkapja a kellő ingert. Körülbelül 10 éves az elem garanciája, nagyon aranyos kis doboz, és miután sportoltam, igencsak ütni kellett a szövetet, hogy föltéphessék, hogy be lehessen rakni. Egy idősebb emberekszal is mondta a doki, hogy berakják itt simán, összevarják, és így működik. Így természetesen, hogyha most én egy vérnyomást mérek, akkor 60 alá nem megy a pulzusom, mert az a minimális működési küszöbbe, ami be van állítva. Igen, ám csak a katéter vizsgálat során, mikor ezt berakták, közölte az orvos, hogy ezzel még nem fejeztük be a szív kezelését, tehát akkor kezdtem aggódni, mi lehet még ezen kívül. És akkor meg elmondták, hogy köszörűér problémáim vannak. Mégpedig olyan jellegűek, amit csak bypass műtéttel lehet megoldani. Ennek oka az, hogy nem csak szűkületek voltak a koszorúérbe, amit stentekkel ki lehet tágítani, hanem bizony tágulatok is. Ezzel nem lehetett mit kezdeni. Így 2008. januárjában megtörtént a bypass műtét, mind a három koszorúéret áthidalták a lábomból, illetve a mellkasból kivett erekkel, és gyakorlatilag gyógyultan távoztam a klinikáról. Azt hittem, hogy ezzel minden megoldódott, sajnos nem. Elkezdtek megint egy-két év múlva jelentkezni nagyon apró távoli mellkasi fájdalmak. Nem tulajdonítottam neki nagy jelentőséget, de sajnos áprilisban egy családi tragédia meglehető sokkot okozott nálam, és kiújult. Már nyugalmi helyzetben is fájt a mellkasom, természetesen felhívtam a kardiológust, hogy István, itt baj van, mert ezt nem szoktam érezni, csak akkor, mikor még a bypass műtét előtt voltam. Megvizsgáltak, és kiderült a következő. A bypass műtét során az egyik ér valamikor abbahagyta a funkciót, teljesen a működését. A másik érben újból szűkületek álltak elő, ezt két stenttel kitágították. A harmadik ér az, ami
nagyjából normálisan működik. Tehát most jelen pillanatban itt úgy ülök, hogy van egy nem működő koszorúelem, és van kettő működő. Az orvos közölte velem, hogy nem leszek már többet tünetmentes, tehát mindig lesznek tüneteim. Hát ez nem volt vigasztaló számomra, bár 78 évesek, de van két 14 éves unokám, és őket szeretném látni felnőni, nem csak úgy, hogy Tolószékbe ülök, vagy kórházba látogatnak, hanem aktív életet szeretnék velük élni. Nem nyugodtam bele. És akkor, milyen isteni sugallatra találkoztam ezzel a lehetőséggel, Sárosi Gyuri lévén, ugye, és elkezdtem én is június elején ezt a gyógymódot, és pont akkor voltam rehabilitáción a Honvéd kórházban. Az orvosok meglepődtek a kondíciómon. Szóval nagyon meglepő, hogy milyen jó kondícióban vagyok a zárójelentések alapján, és csak a második héten mondtam el nekik, hogy azért most én valamit csinálok amellett, hogy ők ott engem kezelnek, és ami a legfontosabb volt, hogy az addigi laborleleteim, amiben ugye kritikus helyzet állt elő a vércukor és a koleszterol szintnél, ezek helyreálltak. Tehát most viszonylag normális a vérképen, tehát azzal nincsen különösebb probléma. Ami inkább érdekesebb az, hogy azok a fájdalomingerek és fájdalomhelyzetek, amiket eddig át kellett élnem, alapvetően megváltoztak. A legelső, hogy megszűnt a nyugalmi helyzetben a fájdalom. Tehát most semmi különösebbet nem érzek. Hogyha elkezdenék futni 100 métert, akkor igen, akkor megjelenik ez a fájdalom. Ugye mégiscsak egy koszorúra kevesebb van. De viszont, hogyha bemelegedek, reggel nem azzal kezdem, hogy mindjárt nélkülök a napnak, hanem szép lassan tuningolom föl magam, akkor a feltételezően az erek kitágulnak, és akkor az oxigénellátás is jobb lesz. Így akkor tünetmentesen tudok egész nap élni. Vannak napok, amikor meg se jelenik. Tehát nincsen olyan helyzet, hogy megjelenjen. Ami mások, amit éreztem, az, hogy iszonyatosan megnövekedett a kondícióm. Tehát sokkal több dolgot tudok csinálni, tudok dolgozni. A múlt héten kb. Egy mázsafát felvágtam, de délután, és semmi különösebb fájdalom, illetve fáradtságérzetem nem volt. Tehát, és akkor azon kívül olyan dolgokat tapasztaltam, hogy eltűnt egy pikkelysőmre a lábamról, ami eddig makacs módon ott volt. Ez rossz keringésnek szokott az így eredmény. Így van, tehát ezek szerint akkor valami eredménye csak van ezek szerint nyilvánvalóan. A másik, nem jött elő az allergiám, amiről beszéltem az elején. Igen. Ami viszont hosszú évek során egy öröm volt a számomra, hogy nem, az augusztus-szeptember számomra mindig igen, egy kincskeser volt, és elmúlt a térd, illetve egy csípőfájdalmam. Én labdarúgó voltam, és én pályafutásom utolsó évét hátsó keresztszalag nélkül játszottam, még mert usta voltam megműtetni. Mondták, hogy nincs gond, átveszi a többi éjjel, csak hát vigyáznom kell rá. Hát vigyáztam is rá, de ennek a csípőm látta a kárát, ugyancsak bal oldalon, és ezek a fájdalmak is elmúltak. Előtte ordítottam a fájdalomtól, olyan volt a térdfájásom, hiába kaptam hialuron injekciót, az valamit használt kétségtelen, de csak időszakos kondíciót jelent, az nem egy végleges megoldás. Most úgy tűnik, hogy ezek a fájdalmak elmúltak, ugyanis volt olyan helyzet, hogy szinte rossz volt nézni, hogy majdnem, hogy vonszoltam magam, jártam. Most viszont teljesen nyugodtan, rugalmasan járok. Mennyi idő telt el a kezdettől, mire ezek a pozitív változások? Hát gyakorlatilag június első hetében kezdtem el ezt a gyógymódot. Tehát akkor június, július, augusztus, szeptember, október, ez a hatodik hónap eleje, mi van. Ami számomra meglepően gyors, mert ugye ezek az állapotok, amiről beszéltem, ezek hosszú évek során alakultak ki, tehát nem várhatom, hogy most ezt egy csapásra meg fog gyógyulni, de fokozatosan tapasztalom magamon ezeket a pozitív változásokat. Az a legfontosabb számomra is örömteli, hogy az életminőségem javult nagyon. Tehát az, hogy 78 évesen ilyen műtétek után mások már nem is tudom, milyen állapotban lehetnek, de hát én aktív életet élek, és ez nyilván az is segített. Ez. Hát az életmódomon nyilván van mit még változtatni, kétségtelen tény, az segít a legjobban, de leginkább ennek a gyógymódnak köszönhetem azt, hogy most ilyen helyzetben vagyok. Ernő, nagyon szépen köszönöm, hogy ezt megosztotta velünk, és hát további gyógyulást kívánok. Nagyon szépen köszönöm. Én meg elköszönök most az Ernőtől, jön egy következő a beteg vagy ex-beteg, akivel szintén erről fogunk beszélgetni. Kedves nézők, a következő
páciens, vagy gyógyult beteg, vagy beszélgető partner, Mészáros Norbert. Fiatalember, nálam mindenképpen fiatalember, fiatalabb. Mi a története, mi volt a probléma, mi lett? Hogy kezdődött? Üdvözlöm, köszönöm szépen a meghívást. Tehát nálam az első időszakban, amikor megismerkedtem az ősejtterápiával, nem volt akut és kezelendő probléma. Egy prevenciós tényleg, tehát megkeresést kaptam én. Ugye tudjuk azt, hogy a prevenció fontosabb lenne, mint az utókezelés. Egy nagyon kedves barátom hívott meg, hogy az ő szavaival élve, hogy eléggé lerobbant, leharcolt vagyok, és mutatna nekem egy olyan terápiás lehetőséget, amivel évtizedeket lehet fiatalítani a szervezeten, és hogy nekem is tényleg boldog öregkorom legyen a későbbiekre nézve. Meghallgattam, elmentem hozzá, és elkezdte mondani, hogy tényleg van egy ilyen terápiás lehetőség, és ugye az őssejtről beszélt nekem, én kicsit kétkedve fogadtam, hiszen az őssejtről, ami volt nekem tudomásom az előző időszakról, ugye legtöbb esetben tévében, médiában látunk felhívásokat, ha valakinél valami egészségi probléma van, és nincs rám megoldás, akkor az őssejtekhez fordulnak. Nekem ennyi volt, meg az, hogy ugye sok esetben súlyos 50-100, több 100 milliós tényleg költséget jelent. És hallgattam, hogy mit akar ebből kihozni, hiszen az anyagi helyzetemet ismeri, tehát ezeket a pénzeket én nem tudom előteremteni, tényleg tehát elérni a szervezetben, és meghallgattam, de nyilván, hogy mivel nem volt számomra olyan akut probléma, ezért információként eltettem ezt az egészet. Nyilván idősapám, idős szüleim vannak családban, stb. Nem vetettem el ezt a kérdést, csak nem volt még aktuális, hiszen az embernek ugye nagyon sok minden a hétköznapi életében, sok esetben az egészsége tényleg rovására fontosabb, én is ugye sok mindent teszek életemből adódóan. Majd egyszer csak jött egy trauma, én lovakat tartok, mint magyar szív, ugye közel áll hozzánk a lovas világ, és egyik este, amikor a csikóimnak az abrakot adtam, akkor figyelmetlenséggel adódóan egy baleset alakult ki. Nekem félérek tartásban vannak a csikók, ami azt jelenti, van egy fedett beálló, ahol bejöhetnek, és ugye abrakolnak, pihennek, stb. Megóvva az esőtől, a széltől, és ugye kint kifutón karámban legelőn élnek. És fejlámpával bementem a csikóimhoz egyik este, csikók a kifutó végében, és tudták, hogy abrak van, hozta őket be vacsorázni, és megjelentek félvágtában a befutó, vagy a kifolyó beállóban, és én oda néztem, és a lovat elvakította a lámpafény, és nem álltak meg. És az egyik csikóm fellökött, ugye ne essek el, én megkapaszkodtam egy gerendába, és ahogy jöttek tovább, ugye ezt az 5-600 kilós állatot nem bírtam megtartani, a bal karom becsapódott ebbe a gerendába, és leszakadt a bicepszem. Akkor én még nem tudtam, hogy mi történik. Egy hatalmas csattanás, én a sportból adódóan sok ilyet hallottam, nagyon komoly hanghatással jár, és iszonyat fájdalommal. Ájulás határán voltam, összeszedtem magam, kimentem a csikóktól, bementünk az ambulanciára, és mint annak idején Napóleon, ugye munkás overallban voltam, a kantárosba bedugtam a kezemet, mert nem tudtam tartani csak lógott. És az orvosnak mondom, hogy hát valószínűleg, és mondja az orvos, hogy ne mondjak ilyet, hát ez egy nagyon komoly probléma, és nem olyan gyakori, úgyhogy leszakad egy biceps, de nézzük. És a vége az lett, hogy diagnosztizálta, hogy igen, sajnos ez már pedig egy leszakadt biceps, amit operálni kell, és a felépülési folyamat az hosszú hónapok, évek. És akkor az embernek végigfut az életében, hogy hogy fogom megoldani a mindennapjaimat. Tehát az öltözködés is problémát jelentett. Nem, hogy az állataimat el kell látni. És akkor jött ismételten ugye a tudatban az információ, hogy van erre egy lehetőség, hogy az őssejterápiával ezeket a folyamatokat fel lehet gyorsítani. És akkor kerestem meg ezt a hölgyet, aki tényleg engem megkeresett. Egy nagyon jó barátom, 25 éves barátságról beszélünk, számomra hiteles, ez nem kérdés. És elkezdtem ezt a terápiát alkalmazni. És az orvos ugye azt mondta, hogy a rehabilitáció megoperálták, visszavarták, stb. Rehabilitáció az hosszadalmas lesz. Ez tavaly decemberben történt ez az operáció, és azt mondta, hogy körülbelül március-április környékén majd már ki tudom nyújtani a kezemet, vigyázva, mert ha még egyszer leszakad, nem tudják visszaoperálni, akkor nyomorék maradok. És szedtem ezt a kapszulát,
És az első időszakban, mint minden más, ugye én mindig ki szeretném próbálni, érzem-e, hogy hogy működik. Elmondták, hogy mi a dózis, hogyan kell, sok folyadékkal, egyéb más. És az első alkalmaknál nem éreztem különösebb változást. Kíváncsi voltam rá, és megemeltem magam véleménye szerint négyszeresére azt, amit javasolnak, és felborította a szervezetemet. Az eddigi életem során minden sérülés, sportsérülés, vagy aktívan sportom, küzdő sport, sok minden egyébes, minden ilyen sérülésnek a helye egy hatalmas, tényleg tehát fájdalommal járt. Felhívtam ilyenkor ezt a hölgyet, aki ajánlott, és elmondtam neki, hogy ez is ez, hogy ez normális-e. Mondta, hogy igen, felborította a szervezetet, úgy fogja rendbe rakni, hogy. És én, hogy ne kelljen abba hagynom a kúrát, mert azt fontolgattam, mellette komoly fájdalomcsillapítókat szedtem, hogy át tudjam vészelni. Visszavettem egy normális adagra, és utána pedig tényleg azt vettem észre, utána levették a kezemről ezt a sínt, amiben volt. Az orvos elmondása szerint ugye úgy nézett volna ki, hogy a rehabilitáció, amikor újra nyújtják az izmot, az is hatalmas nagy fájdalommal jár. Azt mondta, hogy ha elsírom magam, az sem egy egyedi eset. Na most a legelső az volt, amikor levették a sínt, 80%-ban ki tudtam nyújtani a kezemet. Meglepő volt. 6 hét után, ugye az által, amit el kellett látni, én már a 30 kilós zabos zsákot már föl tudtam adni fej fölé. Nyilván vigyázom a karomra. És tényleg tehát most itt vagyok 8 hónap távlatában. Semmilyen panasz és tünet nincs, semmilyen visszamaradt mozgásszervi hiányosság vagy egyéb más. Tehát nekem nagyságrendileg ez, és mellette még rengeteg olyan dolog, amit a szervezetemben észrevettem a kúraja ide alatt. Az elsődleges, ami nagyon meglepő volt számomra, hogy fiatal korom ellenére, de jobb szememre már fátyolosan láttam. Tehát az apró betűs dolgokat néha már nem tudtam. Ez teljes egészében. Most én vagyok a családnak a tényleg felolvasója, hogy el tudom olvasni az apró betűket. Szív-ritmus zavarom volt, ami időszakos életmódtól függ. Ugye a vállalkozásban a stressz az nem egy ismeretlen dolog. Teljes egészében az, ami megszűnt. Sőt, ami jelentős, és bár ugye intimitás, de én azt gondolom, hogy nagyon sok párkapcsolatban, korból adó koromnál fogva is, és egyéb másban fogva is, problémát jelenthet a házastársi viszonyban és a potencia. Tehát az éjszakában sajnos többször fel kellett kelnem, és a szükség nagy úr, és menni kellett, mert nem bírtam átaludni úgy az éjszakát. Tehát ezek a dolgok is teljes egészében bejöttek, és újra ebből a szempontból is 20 évesnek érzem magam. Tehát ami jót tesz egy párkapcsolatnak is minden esetben. Tehát ezeket, amiket nagyságrendileg észrevettem a kúra alkalmazása ideje alatt, és amit még nekem édesapám, idős ember, sajnos az egészségi állapota nem teszi lehetővé, hogy meg tudjuk gyógyítani őt már, de amit észrevettem őnek is nyilván, hogy ezt a kúrát, ezt elérhetővé tettük, és amit észrevettem nála, hogy ő már idős, 82 éves, teljes egészében ősz, a haja, a szemöldöke. A szemöldöke visszafeketedett, a haja oldalt elkezdett visszafeketedni, és az életminősége, mert lassan sajnos jó atyánk magához szólítja, hogy az életminősége ebben a nehéz időszakban, hogy hogy zajlik le, hogy fájdalmak nélkül, hogy nem szenved, hogy tényleg ez, amit nagyságrendileg, amit észlelhetett ő nála is venni. Tehát így, ezt tudom nagyságrendileg elmondani erről a kúráról, a kapszuláról, amit én ősejterápiaként alkalmaztam az elmúlt időszakban. Nagyon fél évért. Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztotta az élményeit, és hát további javulást kívánunk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Viszontlátásra. Viszontlátásra, köszönöm. Nézőknek még egy páciensre maradt időnk ebben az adásban. Kedves nézők, a harmadik és az utolsó beszélgető partnerem a mai műsorban Horváth István. Mi a története, István? Köszönöm a meghívást. Horváth István vagyok, és 61 éves. Ez a számomra fontos, mert ez a bűvös 60 éves kor, ezt mindig úgy várakozva néztem elé, hogy mi fog történni. Hát én már 59 éves koromban elkezdődött a történetem, körülbelül a Covid-dal egy időben. A klasszikus dolog, 50 métert már nehezen tudtam sétálni, és egyebek.
és egyszer csak azt vettem észre az egyik tisztálkodás alkalmával, hogy jobb lábon középső ujja kezdett elszíneződni, és ez viszonylag hamar egy üszkösödési folyamatba csapott át. Természetesen orvoshoz mentünk és egyebek, de még mindenek előtte mondta a párom, hogy mérjem már meg a cukromat, hogy mennyi. Édesapámról rám maradt egy vércukormérő, sok éves csíkokkal megmértem, 7,8, hát mondom, ez nem olyan nagy probléma. Igen, de nem volt jó a vércukormérő, nem volt hozzá szalag, vettünk egy újat, 21,89-es cukor. Na mindegy, így kerültem be egy éjszakai ügyeletre, itt aztán felgyorsultak az események, és a klasszikus kezelés, tehát a kórházba feküdtem, inzulinos cukorbeteg lettem pillanatok alatt, napi 4 inzulin, és az a gyógyszeres kezelés, amit a protokoll előírt. Első perctől kezdve, ahogy a kórházban voltam, hiszen idő volt rá, elkezdtem keresni, kutatni azt, hogy milyen módon tudok a táplálkozással segíteni az én betegségemen. Lényeg az, hogy 2 hét múlva 3 lábujjamat amputáltak a jobb lábamról. Ez alatt az idő alatt feküdtem a kórteremben, ott, ahol abban a pillanatban nekem volt még a leghosszabb a lábam. És ez egy kicsit így morbidnak tűnik a dolog, de iszonyatos fájdalmaim voltak egyébként az üszkösödésből való folyamat révén. És amikor levágták a lábam ujját, az egy olyan lelki traumát okozott, amit talán soha nem is lehet kiheverni. Ennek a bizonytalansága, hogy van, és nézik az orvosok a lábam, és mondják, hogy lehet, hogy csak lábúj, de ha szükség van rá, akkor ott, ahol szükség van rá, ott fogják levágni. Ez szörnyű dolog. Megtörtént a kezelés, hazabocsátottak a kórházba. Azt mondtam, hogy én biztos, hogy innentől kezdve majd úgy fogok élni, hogy minden rendben lesz. Összeállítottam magamnak a diétát, minden szép, minden jó volt, 5 és 6 közötti cukor, nyugodt voltam. Az orvosok úgy bocsátottak haza, hogy használjam a lábaimat, hiszen azért vannak, és így el tudom kerülni a következő beavatkozást esetleg. Egy fél év elteltével, mivel hogy használtam a lábaimat, futópadon sétáltam egy órát másfelet, a bal lábam öreg ujján feltört a cipő. És elindult ugyanez a folyamat. Ennek is a vége az lett, hogy ezt a lábam ujját is amputálták. Közben, amit el tudtam képzelni, vagy amit az ismerőseim javasoltak, mindent kipróbáltunk. Fűhöz, fához, alternatív gyógyító, hagyományos specialistához, mindenkihez elmentünk, megint bízva abba, hogy ez biztos, hogy meg fog állni. És mindeközben, a folyamat közben csak folyamatosan romlott az állapotom. 2021. októberében vágták le először a jobb lábam ujjait, 22. áprilisában a bal lábamról, és amikor hazabocsájtottak az otthonomba, 59 kiló voltam. Tehát amikor belenéztem a tükörbe, nem ismertem meg azt az embert, aki szembenézett velem. Nyomokban talán még a tekintete, de semmi egyéb. Elfogytak rólam az izmok, olyan volt a combom, mint most a karom. És erről van fénykép, ugye? Igen, erről. Kérem, hogy a játszunk. Kezelés elején készültek, igen, fényképek, attól volt még szerintem durvább állapot is, de a kezelés elején. És én májusban, 22 májusában találkoztam ezzel a kezelési móddal. Az őssejtterápiáról már felületes tudásom volt, de nem volt kérdés az, hogy elkezdem, megpróbáljuk, mert minden, ami lehetőségként szembe jött, elkezdtük. Lényeg az, hogy inzulinos cukorbeteg voltam, ahogy említettem, az orvosi protokollnak megfelelő gyógyszereket vagy szedtem, vagy nem, igyekeztem minél kevesebbet belőle alkalmazni. És 2022. augusztus 1-én kezdtem el ezt a terápiát használni, és október 6-án beszúrtam az utolsó inzulint. Ez egy óriási mérföldkő volt a számomra. Amikor elkezdtem augusztus 1-én, akkor 62 kiló voltam.
Amikor októberben megmértem magam, 72 kiló voltam, úgy, hogy nem háj jött vissza rám, hanem visszaépültek rám az izmok, anélkül, hogy bármit pluszban tettem volna érte, hiszen már egy akkora félelem volt bennem, hogy úristen, ha mozgok, akkor megint történik valami sérülés, és akkor annak megint mi a következménye. Ez mellékhatás. Nincs mellékhatás, és ezt amikor beszélgetek valakivel, sokszor elfelejtem mondani, hogy férfi ember lévén, ugye 60 éves kor körül, éjszaka egyszer már legalább ki kellett menni pisilni. És hát egy 8 hónappal ezelőtt egyik reggel kérdeztem a páromtól, hogy figyelj, szerinted voltam kint éjszaka pisilni? Hát ez neked jobban kellene tudni. Lényeg az, hogy nem kell éjszaka kimenni pisilni. A szemüveg azért nincs rajtam, mert zavar most már a szemüvegnek a használata. És olyan dolgok, hogy a haj visszasötétedik, vagy a fejem teteje, ami tarkopasz volt, kezd visszahajasodni. Tehát ezek mind olyan dolgok, aminek nincs jelentősége ahhoz képest, hogy milyen életminőség változást volt képes ezt biztosítani. Amit a kórházban fekve legelőször volt időm gondolkodni róla, hogy teljesen mindegy, hogy hány éves vagyok, hogyha nincs megfelelő életminőség, amikor az élethosszig tartó inzulin használat, amikor már egy idő után az ember iszonyodik attól, hogy megszúrja saját magát, bármennyire modern is ez a dolog. Arról nem beszélve, hogy amikor folyamatosan kilátásban van az, hogy levágják a lábam. Amikor valakinek majd én a terhére, vagy ápolásra szoruló, vagy nem tudom, hogy mi leszek. Tehát ezek óriási jelentőségű dolgok az én számomra. Hát ez életminőség számára mindenkinek. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte a történetét, tanulságos volt mindenkinek. Úgy ezekből az rajzolódik ki, hogy az orvos tudományban, a gyógyítás tudományában tényleg egy jelentős javulás, ugrás állhat elő. A nézőknek nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és Istvánnak is, hogy eljött hozzánk, és megosztotta a tapasztalatait. Köszönöm, hogy meghallgattak. Viszontlátásra!